Thank you.
ezt azért sokan bolondnak nézték, és azt gondolták, hogy biztos, hogy több felesti volt aznak reggel, mint hogy kellett volna. Pedig nem az volt, hanem jó Isten szeretetétől volt megittasodva. Hát nyílt szívű gyermek nem italtól részt, ugye? Nyílt szívű gyermek nem italtól része. Mássai nézi Isten baladjára, egykor éjvonyos, boldos tarisznyája, színtelen áll, színtelen áll. Hát ő az. Azt mondják, hogy ez a testvény még hasonlít is Szent Ferencre. Azért tessék megnézni, hogy van valami az ajkán, az arcán, hogy egy picit tovább nézzük, hogy az első pillanatra, ami után nem tudod eldönteni, hogy ő mosolyogni készül-e, vagy már mosolygott. Igen csak? Ha jól figyeled az arcán. Tehát van egy komoly tekintete, ugye lehet látni az arcán, a szemén, de van egyfajta komoly, meg egy mosolygós tekintet. Azt mondják, hogy ilyen elálló fülei voltak. Ugye meg is kérdezi az egyik testvér, hogy Leó testvér, hogy jaj, miért utána bolondul a világ? Hát sokkal daniásabb legények is voltak akkor. Lorán testvér, mit válaszoltak? Mondja csak? Előre mosolyba. Ott szorongatja a kezében, na egy bónuszért ezt ki lehet találni. Ez micsoda lehet vajon? Jelentkezik. Jelentkezik. Lorán testvér sasol és figyel. Igen, Péroska? Nem. Tessék, ott. Bozsák. Hallgatok, itt van egy jelentkező. Nem. Lorán testvér, igen. Hogy van? Nagyon jó, evangéliumos könyv. Azt akartam mondani. Azt akartam mondani. Jó, és ha figyelitek még, akkor itt a kezén, illetve oldalán itt vannak a sebhelyek. Mert erről beszél Lorán testvér, és itt is a templomban látható az a kép, sebeket megkapja, ugye? Azt is lehet mondani, hogy sebesen szereti most már Jézust. És minden reggel tapasztaljuk, hogy bizony az ébredés, meg az, hogy magunknál legyünk, az bizony valamennyi munkát is igényel. Hát ki most mind ébren vagy, csak előtt látni, most kellene. Ki tudja azt nekem megmondani, hogy mit jelent az, hogy zarándoklat? Ha? Nagyobbak is, kisebbek is jelentkeznek. Na? Mi az, hogy zarándoklat? Hova szoktok zarándokolni? Szent. De jelentkezik meg, kinyírolva. Tehát, szent helyekre. Milyen szent hely van itt a környezetünkben, ahova zarándokolni szoktak menni? Ott? Templom. Az is. Biztos, hogy templom, de nem csak, hogy akár nem egy akármilyen templom, hanem például ott? Nem. Na? Milyen kegyhely, milyen olyan kegyhely, vagy búcsújáró hely van, ahol szoktak zarándokolni? Na? A fián Sejmesen. Közelbe. Sejmesen a fián. Sejmes, itt Sejmestől nem messze van. Ki tudja megmondani, hogy hívják? Nagylányom. Pálos Szentkút. Bingo. Nem nyer senki most. De például Pálos Szentkút, oda is szokta zarándokolni, és ott imádkoznak, gyónnak, áldoznak, misére mennek, és a bűneik mind megbocsájtást nyernek a zarándoklat véget miatt. Mert ugyanis, azt jó, hogyha tudjátok, hogy Szent Ferenc annak idején Szent Ferencnek a szülei nagyon jól éltek. Kereskedők voltak, és sok pénzük volt. És Szent Ferencnek mindene megvolt. A legújabb cuccok, szerelés, minden, ami csak kell. És annyira, hogy ő olyan nagy vagány volt, hogy a többieknek is mindig adott erre, arra, meghívta őket ide, oda. Ő volt a nagymenő, a király, a városban. És aztán egyszer rájött arra, hogy ez kevés. Tehát kevés az, hogy neki van a legjobb cucca, kevés az, hogy ez vagy az, és elhatározta, hogy ő lovag lesz. Abban az időben a lovagnak lenni az nagyon nagy kitüntetés volt. Ki tudja nekem megmondani, hogy mi a lovagoknak a legfontosabb, két legfontosabb tulajdonsága a lovagnak? Ki az, aki jelentkezik? Mert ott csak kezeket látok fönn, de az csak milyen csuda, tessék. Az egyik a királyt védeni, méghozzá hogyan védeni? Testét. Mindent.
mindenikkel bátornak lenni és védeni a király, tehát az ellenséggel szemben rettenthetetlenek. Ez egyszer jó. És a másik fontos tulajdonsága a lovagnak, tessék. Na? Mi van akkor, mit csinál akkor a lovag, amikor például egy nálánál gyengébben, mondjuk egy lánnyal találkozik, akkor a lovag hogyan viselkedik? Meghúzza a copját? Belerúg? Lefejeli? Tessék? Udvariasan, gyöngéden, úgy van. Akkor gyere ide, egy ott és egy meg ide. Tessék? Köszönöm. Ugyanis a lovagnak valóban ez a két legfontosabb tulajdonsága, hogy rettenthetetlenül bátor az ellenséggel, és gyöngéd és udvarias a gyöngékkel szemben. És Szent Ferencet ez nagyon megfogta, ő szeretett volna lovag lenni. És el is indult, hogy lovag legyen, aztán majd meglátjuk, hogy mi lett belőle, most bármit folytatni. És azt mondja a keresztről Jézus, hogy menj Ferenc és építs föl egy házamat. Ugye a házam, az egy házam, az régen a templomot is jelentette, és akkor kőre elkezd gyűjteni és elkezdi renoválni a templomot, aztán később döbben rá Szent Ferenc, hogy ez nem csak a házat jelenti, hanem azt a nagy egy házat, ami élő kövekből épült föl.
Minden nap az, ami van az anyukának, apukának, egymás szeretve, segítve, tovább tud együtt lenni a négy napon. Arra tényleg, hogy áldozom egyik létünket, hogy maradandó emlék legyen mindannyiunk számára, és hogy találkozhassunk jövőre, meg azután, meg azután, meg azután is, hogyha lehet, ha ő is úgy akarja. Amire most elakadt a szavam, és arra kérlek titeket, hogy egy imádságot köszönjük meg közösen az elmúlt napokat. A munkát, a fáradtságot, az, hogy bírtuk a gyűrődést, hogy így mondjam. És akkor találkozunk majd. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevére. Mi a Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk.
Thank you.